Ugye azt lehet tudni, az ön férje jelenleg Déd polgármestere, a magánéleti vonatkozásokat most tekintsünk el. Itt az alapvető kérdés az, hogy megválasztása esetén milyen garanciát tud kínálni a választókörzet többi lakójának, aki nem érthez kötődik, hogy az ő érdekeiket is egyenlő arányban fogja képviselni az érdiekével. Mit tud erre vonatkozóan mondani most az ellenzéki szavazóknak? Azért nagyon jó, hogy ezt kérdezi, mert nem olyan régen egyszerűen föl sem tett kérdésre mondtam el egy újságírónak, hogy én a vacsoraasztalnál is megütközöm a férjemmel. Higgy el, hogy jelen pillanatban is az otthoni folyamatokat veszélyeztetem, és a közéletieket szoktam előtérbe helyezni, ez időnként fájdalmas is. Én bármennyire is nagyra tartom ért polgármesterét, és egyébként Anettet is, azért, és bármennyire is a egyik legkomolyabb politikai szövetségesemnek gondolom Csőzik Lászlót, azért én ki kell, hogy mondjam, hogy én azért Érdés térségének a összetételét meg a működését egy sokkal komplexebb és sokkal sokrétűbb dolognak tartom annál, hogy egy vacsoraasztalnál dőljenek el a dolgai. Igen, hát hogy a polgármester mennyivel jobb szövetségese önnek, mint fordítva, azt hiszem, hogy mi sem mutatja jobban, hogy amikor kiderült, hogy ön jelenleg is a cégvezetés hatájától eltiltás alatt áll, akkor én azt gondolom, hogy közel 3 millió forintos köztartozást a két csődbe ment cége után hagyva. Szeretném megkérdezni önt, hogy amióta alpolgármester azóta rendezte ezeket a tartozásokat, mert én magam nem szoktam ön a üdítésekkel operálni, de hogyha már egyszer fölmerült, akkor megköszönöm, hogyha erre reagál. Van-e jelenleg bármilyen köztartozása a cégeinek? Nekem személyesen nincsen. Olyan cégben keletkezett köztartozás, aminek soha semmiféle bevétele nem volt, soha semmilyen számlát nem állított ki. Ez kizárólag járuléktartozás, amit bevételek hiány nem tudtam annak idején kiegyenlíteni, tehát itt szó nincs arról, hogy bármiféle adócsalást vagy bárkit megkárosítottam volna. Én szeretném kérni képviselőtársaimat, képviselőjelöltársaimat, hogy ne személyeskedjenek, játszhatunk tisztasági versenyt, ezt úgyis én fogom nyerni, úgyhogy teljesen felesleges ilyen téren. Ugye a politizálását az SZDSZ-ben kezdte, aztán a Liberális Pártban folytatta, mindkét párt alapvetően támogatta a flat tax-et, ezért kérdezem önt, hogy megválasztása esetén hogyan alakítaná át az adórendszert, hogy egy igazságosabb újraelosztást érjünk el, hozzányúlna egyáltalán? A világon, a szabad világban sehol nincsen tiszta formájú egy kulcsos adórendszer. Egy olyan társadalomban, amit az elmúlt 11 év kormányzása hozott, hogy van 3 millió mély szegénységben élünk, további több mint 1 millió olyan, aki szegénységben él, bőven a szegénységi küszöb alatt milliók, hogyha az európai összehasonlításban nézzük, ezt nem lehet felszámolni jobboldali gazdaságpolitikával, ez teljesen egyértelmű. Társasági adókulcsot, az 12%-os emeljük. Ennél az adókulcs, ami ebben a programban szerepel és elképzelésben, az ennél valamennyivel magasabb. Mert az álláspont, mert ezt majd a közös ellenzéknek kell kitalálnia, és elfogadja vagy nem. Pár gondolatot kifejtenék arról, miért akarjuk mi növelni a társasági adókulcsot. Magyarországon rengeteg olyan multinacionális cég van, akik rengeteg bevételt visznek ki az országból, és kevesebb hozzáadott értékkel dolgoznak, mint a mi kis vállalkozásaink. Elsősorban mi azt szeretnénk, hogy ők járuljanak jobban hozzá Magyarország fejlődéséhez. Megszólásaikban többen felvetették implicit módon valami fajta vagyonadónak a bevezethetőségét. Itt a kérdés úgy irányul, hogy ugye a térségben igen tehetős emberek is élnek, és nagy vagyonok halmozódnak föl. Hol húznák meg az óriás vagyonok megadóztatását, mekkora összeg határnál? Alapvetően a Momentum szakpolitikai programjában jár, nincs arra tudomásom, hogy szerepelne önmagában a vagyonadó, viszont mi ahhoz ragaszkodtunk Török Bálinton, hogy ugye a vagyonadó egy olyan adó, most az ingatlanadó formájában létezik nagyjából Magyarországon, hogy ugyanúgy érinti a szegényeket, és ugyanúgy érinti a gazdagokat is. Mi azt szeretnénk Török Bálinton, hogy a szegényeknek, a rászorulóknak és a nyugdíjasoknak engedjük el az ingatlanadóját, ezen kívül országos programba vagyonadó szerintem a mi programunkban, jól tudom, jelenleg nem szerepel. Alapvetően liberálisként a vagyonadóval nem értek egyet, de ugyanakkor azt el kell mondanom, hogy itt az elmúlt 11 évben olyan teljesítmény nélküli állami pénzekből való gazdagodások mentek végbe, hogy szerintem a jogállami normák helyreállítása automatikusan helyre tudná állítani adott esetben még ezeket a vagyon elkobzásokat is. Ebben mi egy picivel bátrabbak vagyunk, tehát mi azt mondjuk, hogy egy 1 milliárdos vagyon felett igenis kezdjenek el azok az emberek, akik ilyen elképesztő vagyonokkal rendelkeznek vagyonadót fizetni. És egyébként itt is progresszíven 1-2-3%-os kulcsban gondolkodnánk. Egy picit visszatérnék az előzőkre. Remélem, hogy jól idézem, hogy a jobboldali gazdaságpolitikával nem lehet rendet rakni. Hát egyébként liberálisan sem nagyon sikerült, mert tehát 30 éve Magyarországon az adórendszerben, vagy a gazdaságpolitikában nem történtek komoly változások.
szerencsére abból írtam a doktori disszertációmat, hogy a liberális gazdaságelméleti hagyományok közül hogyan lehet a szolidárisabb irányt fölemelni, és egy ordoliberális irányba elmozdulni, ahol fölemeljük azokat, akik szerencsétlenebb oldalán találták magukat a társadalomnak, úgyhogy ebben abszolút nincsen köztünk vita. Amire Tetlák Őrs beszél, az a neoliberalizmus kritikája, amit én magam is kritizálok. Hogyha ellenzéki kormányváltás lesz, és nem lesz kétharmadunk, hogy létrehozzuk a korrupció ellenes ügyészséget. Az ügyészségnek a lényege az, sajnos a vádemelésnek a jogát nem vehetjük el a mostani Pol Péter által vezető ügyészségtől, de ilyen ügyészséget, ha bevezetünk, és a vád kikényszerítés elvét is bevezetjük, akkor bírósági úton tudjuk arra kötelezni a Pol Péter vezető ügyészséget, hogy kezdjen el ezekben az ügyekben nyomozni. Akkor ezek a vagyonok, bízok benne, hogy vissza fognak kerülni oda, hova valók, ez a magyar állam szolgálatába. Tehát valamilyen sávos nyereségadót be kell vezetni. És van még egy, amiről nagyon keveset beszélünk, és illetve rajtunk kívül talán más nem is, ezek pedig a környezetterhelési adók. Megint ugyanoda kell visszakanyarodni. Fizessenek a szennyezők, ez sokszor elhangzott, sokféle formában. A természeti erőforrásoknak az indokolatlan túlhasználata, az ne lehessen ingyen. Ugye 2019-es kampányban az egyik képviselőjelölt társuk bizonyíthatóan átadta a kampányokat a Fidesz számára, illetve Szent Miklósi Tóth Tamás pedig konkrétan a választások után farcolt át a Fideszhez. Mit tudnak ígérni a választóik számára arra vonatkozóan, hogy amennyiben megválasztják önöket, akkor nem lesz hasonló dezertálása példa? Hát a 19-es törökbálinti történésekről legalább ketten többet tudnak, hármon közül, mint én. Ezt a lehetőséget meghagynám nekik. Én, ahogy mondjam, minősíteni nehéz, ami ott történt, tehát ott történt egy ráindulás az ellenzékre, ami patthelyzetet eredményezett, azóta is a török-bálinti ellenzék és a török-bálintiak borzasztó nehéz helyzetben vannak. Kezdhetnék azzal, hogy japán küzdősportot űző sváblányként nekem a fegyelmezettséggel olyan nagyon sok konfliktusom nincs, de visszatérve Török Bálintra, az egy olyan helyzet volt, ahol mindenki hibát követett el, és én magam Szőke Péterrel rendezve ezt a sort, azt gondolom, hogy tudok együtt lépni azokkal, akik talán a kisebbik hibát követték el Török Bálinton. 2018-ban ugye elvileg a Párbeszéd frakciába kellett volna, hogy beüljön, de volt egy anyagi vita az MSZP, illetve a liberálisok között, aminek eredményeképpen ő végül elhagyta a Párbeszéd frakcióját, ez rövid idegéket a Párbeszéd frakciónak a létét is veszélyeztette, és jelenleg a DK-nál ül. Mit tud garantálni a választópolgárok felé, hogyha hasonló anyagi nézeteltérés támadjuk a hat párt között, fogja magát tartani ahhoz, hogy abban a frakcióban ül meg, ahova most majd beküldik a választók, mert ha adott esetben ön lesz a közös ellenzéki jelölt? Jó, hogy megkérdeztem, mert nem anyagi volt alapvetően a vitánk, hanem a politikai érdekképviselet, illetve a liberális értékek képviselete volt az, amit a két baloldali párt végül nem tudott megengedni az én politikai közösségemnek, ennek a frakciós szövetségnek létesült egy olyan politikai irányító testülete, amiben az én pártomat nem ismerték el. Amennyiben a DK-s szavazók többségbe kerülnek, és ön lesz az ellenzéki közös képviselőjelölt, meg tudja ígérni, a ciklus végéig a DK frakciójában fog helyet foglalni? Igen, meg tudom ígérni. Köszönöm. Ahol méltatlan helyzetbe hoznak, ott egy percig sem maradok. Ugye alapvetően mi nem kormányváltás, nem rendszerváltásra készülünk, és szerintem Momentum nélkül nincs kormányváltás, és csak velünk lehetséges a rendszerváltás.